megszámlálhatatlan apró úszó találkozott a Halasi úszodában néhány nappal ezelőtt. Hogy miért? Erről vendégem Güttler Károly fog beszélni, de azt én elmondom a kedves nézőknek, hogy a második Halókupa versenyt rendezték meg. Szia Karcsi, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, jó reggelt kívánok. Beszélünk természetesen a Güttler Ág úszóiskoláról is, mert ugye amellett nem tudunk elmenni, de azért áruld már el, hogy mi is volt ez a Halókupa. Második Ziglen rendeztük meg, tavaly kezdődött az egész. Hát ugye Halasi Olivérről elnevezett úszoda, akkor legyen már egy a nevéhez méltó hát rendezvény, ami a gyerekeket vonza a környékről, a kerületből. Tavaly is több mint 100-an voltunk, most egy picivel többen voltunk, tehát úgy néz ki, hogy minden évben azért sikerül, eddig legalábbis minden évben sikerült íberelni a számokat. És azt mondtad, bocs, hogy közbevágok, azt mondtad, hogy jönnek a környékről a gyerekek. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak azok a gyerekek indulhattak ezen a Halókupán, akik mondjuk az iskolátokban tanultak meg úszni, vagy tanulnak úszni? Az igazság szerint ez így volt, hogy azoknak a gyerekeknek volt kiírva, tehát másik úszóiskolák is bejelentkeztek, hogy jönnek és akkor versenyeznének, de ez a kupa pontosan a mi gyerekeink, vagy a mi vonzás körzetünk számára lett kitalálva. Mikor dől el egy gyereknél, hát hiszen szakemberek vagytok, látjátok, hogy érzik magukat a vízben, tehát mikor dől el az, hogy mondjuk elindulhat egy ilyen versenyen, mert a verseny az verseny, nincs mese. Egyszerűen, vagy mindenki jelentkezik, hogy mit tudom én, Karcsi bácsi, én nagyon szeretnék már úszni, de még azt kell mondani, hogy lehet, hogy fiam, te még nem tudod leúszni azt, amit le kell. Nem, azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga kategóriája. Uh-huh. Tehát egyrészt öt korosztályban indítottunk versenyszámokat, minden úszásnemből, a pillangó kivételével, fiú-lány külön korcsoportos díjazással. Tehát itt, aki jött, szerintem érem nélkül gyakorlatilag senki nem nagyon ment haza, és pontosan ez ennek a versenynek a lényege. Tehát ez nem egy olimpia, ez nem egy Európa-bajnokság, hanem egy olyan verseny, ahol mindenki nagy várományokkal lép. Értem. A medencébe, és abban a versenyszámban, ahol ő elindul, valószínűleg meg fogja találni az ő számára kedvező feltételeket, és tud éremmel hazamenni. Volt olyan gyerek, aki hárommal ment a nyakába aztán. Ez jó. Ugye, ha már verseny, akkor a verseny előtt készülnek a srácok erre, vagy az edzők felkészítik a gyerekeket arra, hogy hú, a hétvégén azért be kell ugrani a medencébe. Igen. Mindenképpen így kell gondolni egy versenyre, hogy készülnek rá a gyerekek. Leginkább lelkileg, igen. Ugye nyilván a gyakorlat az nem maradhat el, de lelkileg készülnek, tehát ők otthon már mondják a nagyinak, meg mindenkinek, hogy gyertek, mert most aztán olyan verseny lesz, és meglátjátok, hogy tudok úszni. És hát ugye a szülők is elég szépen megtöltötték a fönti lelátót, és ott nagy tapssal fogadták, ahogy a kis kedvencük éppen célba ér. Teljesen szépen, szép stílusban úsznak a gyerekek, ugye, mert tudjuk, hogy lehet úszni így is, meg lehet úszni úgy is, hát gondolom ti megtanítjátok őket az alapokra, de a versenyen gondolom az ér először célba, aki a legszebben úszik. Figyeltek a stílusra? Persze, ez két különböző kérdés, amit most föltettél. Figyelünk a stílusra, nyilván arról van itt szó, hogy a gyerekek minél jobb technikával tanuljanak meg úszni, de van, akinek ez egy kicsit nehezebben megy, van, akinek egy kicsit könnyebben megy. A versenyen is jól látható volt, hogy különböző futamokban, akik szebben úsztak, azok általában gyorsabban tudtak úszni, és mondjuk ők nyertek. De ez... Nem ez a lényeg, ugye? Ez egyrészt nem ez volt a lényeg. Kettő, hogy mondjuk ha a Sántaló a lóversenyen ér be elsőnek, akkor is a Sántaló győzött. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy sánta lovak versenyeztek, hanem nagyon ügyes gyerekeink voltak, de nincs összefüggésben a kettő.
ezen a szinten. Ezen a szinten. Igen. Azért a felnőtt szinten gondolom azért a tiszta technika az, az nagyon fontos. Gondolom én? Igen, igen, igen. Így is lenne, de ha például most nézzük, vegyük, szakítsuk ki a mellúszást, nézzük meg egy olimpiai döntőt 200 mellen, és kiderül, hogy abból a 8-ból 8 különböző technikával hajtják végre. És az egyik nyerni. A legfontosabb, aki először eléri a falat, az nyert. Kész viszontlátásra. Kémeim azt jelentették, hogy nagy elődök is beugrottak a vízbe a halas úszodában. Jól hallottam, hogy ti is megmutattátok magatokat? Így van, már tavaly is így volt, és ennek a hagyománynak akkor nem bírtunk ellenállni. A verseny végén van egy családi váltó, és most 5 család jelentkezett erre a váltóúszásra, ahol 4 darab egyhoz kell úszni, és hát gyakorlatilag mi a Norbival segítettünk két váltónak, két családnak, hogy hát kiegészítettük az ő kis váltójukat, ami tudásunkkal, hát, meg a korunkkal. Jól esett? Jól esett, nem is kellett sokat menni, mert csak egyhoz, tehát 25 méterről beszéltünk. Jól esett. És nem mi döntöttük el a végén, hogy hogy legyen. Persze úgy csináltuk, hogy az elején ott a jobb úszók első hozban elindultunk, és hát úgy nagyjából nyilván nem lehet századra. De vigyázzatok arra, hogy nagy előnyt vagy hátrány nem okoztunk a csapatunknak, és aztán utána tényleg a család döntse el, hogy... Tehát meg volt a verseny, túl vagyunk a második halókupán, de lassan közeledik majd a harmadik, de addig történik minden bizonnyal valami a Gütlerág úszóiskolában. Én itt a nyári táborozásra gondolok. Ugye ez rendszeresen történik. Idén-nyáron is várjátok a gyerekeket. Igen, igen. Ahogy az iskola véget ér, onnantól gyakorlatilag a nyár végéig, heti turnusokban. A kapacitásunk az égig ér, tehát elbírunk akármennyi táboros jelentkezőt. Még annyival kiegészíteném ugye a kis nyelvleckét, meg a focit, meg a röplabdát, meg az úszást, meg mindent, hogy Újpesten van ez a Tarzan Park, és oda is heti rendszerességgel járni. Szeretik a gyerekek a Tarzan Parkot, igen, hihetetlen népszerű, pedig ott is rengeteg víz van. Most úszodából a vízbe, de azért egy játék. Mennyire lesz az úszás oktatás ebben a táborban a középpontban, vagy a játékosságra figyeltek inkább? Kiemelkedő szerep az úszás oktatás, és emellett természetesen a játék, hiszen ez a gyerekeknek, amellett, hogy tanulnak, és játékosan is tanulnak, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor gyerünk, menjetek ki a grundra focizni, hanem ott is rendes játékszabályok szerint, tehát itt egy állandó felügyelet, egy tanítás, egy nagy kialakult családi barátságok kötődnek, vagy már eleve úgy jönnek, hogy baráti társaságok jönnek. Csak iskoláskortól fogadjátok majd a gyerekeket, vagy lesznek fiatalabbak is? Nem, a nyári tábor az iskoláskortól. Az iskoláskortól, igen. Igen. Az egyértelmű, hiszen azért az iskolások már valami rendszert, azért van valami rendszer az életükben, tudják azt, hogy egy órán nagyjából oda kell figyelni, de óriási felelősség van rajtatok és a kollégáitokon is. Hány ember dolgozik, hányan fogjátok felügyelni ezt az egészet? Megfelelő mennyiségben, tehát ez a legjobb szó rá, hogyha 12 gyerek van a nyári táborban, akkor nyilván nem 12-en fogjuk felügyelni, de akár 10-en is tudjuk, vagy 12-en is tudjuk felügyelni. Ez azt jelenti, hogy aki dolgozik az ág suliba, tehát aki nálatok oktatja az úszást, ugye lehet azt mondani, hogy ismerős gyerekekkel fognak foglalkozni, tehát nem ismeretlenekkel. Egyértelmű, ugye? Persze. Ez egy nagyon persze. Jó dolog. Igen, hát akit meg nem ismerünk, azt meg majd már szeptemberben fogjuk ismerni, mert tetszeni fog neki. Ha már arról beszéltél, hogy szeptember és minden, meg lehet azt kérdeznem, hogy ugye
Dunán 20 éve, több mint 20 éve foglalkoztak már úszás is, úszásoktatással itt Újpesten is, nem kérdezek számot. Mert azt már tavaly talán megkérdeztem, hogy hány ezer gyereket tanítottatok meg úszni. Azt azért lehet látni, hogy egy-egy igazán tehetséges rácból versenyző lett? Van ilyen a jött ki tőletek? Van, de én ezt tavaly is elmondtam. De nem baj, azért tudod. Vegyük elő a tavalyi nem videót. Kell elővenni, mert hogy minden újszülöttnek minden vicc új, és lehet, hogy az újpesti televízió nézői nem látták a tavalyi fantasztikus beszélgetésünket. Kérlek szépen, olyan nevű versenyző, mint hogy Cseh László vagy Hosszú Katinka nem került ki a kezeink közül, de olyan versenyző, aki a magyar bajnoki pontversenyben, tehát versenyrendszerben elindult, és ott biztos pontszerző helyeken végzett, olyanból van bőven. Úgyhogy én azt mondom, hogy abban is lehet bízni, hogy egyszer valaki komoly nevű, akit majd 15 év múlva azt mondjuk, hogy hát igen, ő innen került ki tőlünk, tehát ilyen is lehet és létezhet. Tehát nyilván a szűrőrendszer az megy, az üzemel, és egyszer csak a szűrő alján ott marad, és lesz egy jó nevű versenyző. Tehát lehet azt mondani, hogy azért figyeltek a, nagyon-nagyon odafigyeltek a tehetségekre, hogyne, ugye? Hát, hogyha olyan tehetség van, akkor őt nyilvánvalóan egy olyan egyesületi rendszerbe kell utána beprotezsálnunk, ahol aztán a további fejlődése is igen. Itt Újpesten van egy másik sportág iskolája, ahol a vezetőedző azt mondta, hogy ő megtanítja a sportág alapjaira a gyerekeket, és hogyha olyan csiszolatlan gyémántot lát, akkor hozzásegíti, hogy egy másik egyesületbe akár versenyzőt neveljenek. Körülbelül hasonlít. Tulajdonképpen ugyanazt mondta, amit én, csak mondjuk talán szebb mondatba foglaltam. Amikor, ugye lesz ez a nyári edzőtábor, majdnem az nyári tábor, azért felmerül a kérdés, ti, illetve az oktatók, soha nem pihentek? Mikor nyaraltok? Vagy egész évben folyik az úszásoktatás a gyerekeknek, iskolásoknak, és aztán jön a nyári tábor, megint folyik az úszásoktatás. Ti nem nyaraltok sose? Dehogy is nem. Természetesen a kollégáknak is úgy történik a foglalkoztatása, hogy az gyerekszám függő. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogyha 12 gyerek van, akkor nyilván mind a 12 oktató nem fog velük foglalkozni, és akkor mehetnek ők is szabadságra. Meg hát persze előre megbeszéljük, fölírjuk a kis naptárunkba, hogy ki mikorra kéri a szabadságát, és akkor úgy próbálunk, ha hiányzik a munkaereje, akkor megkettőzött erővel dolgozunk. Hogy könnyebben tudjátok elengedni, pihenni a munkatársakat, a kollégákat, azért mondjuk el, hogy hol lehet jelentkezni nálatok, kit kell megkeresni a szülőknek, meg gondolom a szülők fognak jelentkezni, hogyha szeretnék, hogy a gyerekek jöjjenek a nyári táborba. Hát az úszodában lehet jelentkezni, van egy gyönyörű szép új pultunk, ahogy beérkezünk az úszodába, rögtön belépés után balkész felé Gütlerág úszóiskola, teljesen szóró plakátok elvihetőek, de szerintem talán az iskolák is tudnak róla, illetve Tatai Lénánál, ő a művezetőnk, és hát nála lehet érdeklődni, telefonszámok is megvannak. Én csak illetve annyit, van egy honlapunk. A honlap, ez nagyon fontos, honlapunk, a 21. században már. És hát azon keresztül is lehet nyilvánvalóan. Tehát jöhet mindenki, jöjjenek bátran, hiszen víz van, oktatók vannak, reméljük szép nyár lesz. Hát reméljük, biztos. Kedves nézők, Gütler Károly volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.